Oké, így indul az egész. Kapok egy meccset, kiválasztom a hősömet, elhozom. 20 másodperc van vissza számlálóból, és akkor a kliens azt mondja, hogy ezt a meccset nem indítjuk el. Indítsd újra a queue-dat. Oké. Újra indítom a queue-t. Kapok egy új csapatot, elindul a meccs, erre nincs ott. Nincs ott a játékos, és mehet a remake. Ez teljességgel hihetetlen. Ó, oh, ez a boss. Boss ellen játszott boss. Az egy elhíresült Sion OTP, aki full AD Sion-t megy minden egyes meccsen. Ajajaj. Boss. Yugi van. Nem tudom, ez a Sion ez ilyen tök agresszív champ, amikor valaki játszik, akkor ilyen agressziót vált ki belőlük. Ilyen boss az elég egy agresszív játékos. Azta. OP ez a Sion. De mi volt a sebzés egyébként a passzívjával, ez elég brutális volt. Ah, hogyha itt megakadálja, ez az elég kellemetlen lesz. Oké. Okay. Megkockáztattuk. Most azt fogom csinálni. Meglátom a boss-t. Itt is van. Elújtizom. Lezónázom. Ez egy ilyen feletti britka, egy pop taktika. De jól sikerült kivitelezni. Egyébként mondtam, a bossnak ez a taktikája, ő meg akar halni 10-szer a meccs során, de igazából nem kerül hátrányba. Deja vu. Kitiltettük a játékból szerintem. Egy full tilt ulti volt szerintem. Na, boss megérkezett ismét. Jól van, nyomassuk boss. Visszavágó. Pantan meg begenkelt anélkül, hogy elvitte volna a pirosát. Hát. Hát nem tudom mit lehet csinálni. Solo queue ez most már. Ezt kezd kikészíteni. Ennyire lekempelnek minden. Akárhányszor agresszívan akarok játszani, ott terem a jungle. Ez egy vicc most már. Non-stop campelnek. Grompozik a junglerem egyébként. Sose egy, most is még kempeli a Pantheon. Csak Camille egyébként genkelne egyszer potra. Egy genk potra. Na, végre jön.
Nem viszik el a nasort, én berendelem a meccset. Hogy lehet ilyen rossz kód hozni, amit az ellenfél csinál?